Előre a szebb jövőjé! Éva, másfél évvel ezelőtt jártunk itt Durandán, azóta voltak jó változások, vannak rossz irányba változások. Egy biztos, hogy te egy óriási hős vagy, és nagyon nagy harcos, mert nem adott föl, hogy fogsz a saját településedért és az itt élők jogaiért valamit elérni. Erről majd külön foglak faggatni, hogy miket csináltál, de minden, ami jó történt, az gyakorlatilag neked köszönhető. Biztassunk erre másokat is, hogy nem kell belenyugodni abba, hogy a cigány-magyar együttélésnek a lényege az, hogy a tisztességesen élni próbáló cigányok és a magyarok együtt szenvednek a szemetelők, a garázdálkodók, a betörők és a többi terrorjától, és ehhez az állam és az önkormányzat asszisztál, hanem hogy ezen igenis lehet változtatni. Az első kérdésem az, hogy úgy tűnik, ugye ugyanitt álltunk másfél évvel ezelőtt, hogy azért itt voltak pozitív változások, tereprendezés, láthatóan normálisabban néz ki ez a rész, útépítés. Milyen jó dolgok történtek? Beszéljünk egy kicsit először a jóról. A pályázat kapcsán itt kaptunk egy új utat és új járdát, ez mindenképpen egy pozitív dolog, így legalább normálisan lehet egy szakaszon közlekedni az autókkal, ez mindenképpen is remélhetőleg ez folytatódni fog. Nekem az a vélemény ezzel kapcsolatban, hogy azért, mert egy cigánytelep közepén élünk, azért ugyanúgy megilleti a magyar embereket is, a cigány embereket is a normális élethez való jog, a tiszta környezethez való jog és a normális közbiztonsággal. Ennek tekintetében adtunk be több beadványt, és ezzel kapcsolatban tudjuk mi felvenni a harcot, hogy igenis rákényszerítjük a helyi illetékes szerveket, és akik ezzel kapcsolatban meg tudják tenni a megfelelő intézkedéseket, hogy ezzel kapcsolatban felszámolják a szemetet, a közbiztonságot helyreállítják, és ezáltal az itt élő emberek élete is, és a békés együttélés is úgymond jobban megvalósul. Te írtál fantasztikus beadványokat, amiket egyrészt magadtól tanultál ki, hogy tulajdonképpen milyen jogi eszközei is vannak egy állampolgárnak vagy egy közösségnek arra, hogy eredményt érjen el, és részben pedig az Érpataki Modell országos hálózatában tanítjátok egymást. Milyen főbb beadványaid voltak? Nagyon érdekes például a jogi szempontból ez a bizonyos kártérítési ügy, aminek kapcsán bekérted az önkormányzattól az összes ingatlannak az adatait, stb., és úgy tűnik, hogy elég izgalmas dolgokra jössz rá. Erről mondanál esetleg valami? A kártérítés kapcsán itt most egy részét említeném meg, amit bárki elindulhat, aki ilyen környezet, bárki elindíthat, aki hasonló környezetben él, ugyanis az alkotvány 70. paragrafusa szerint mindenkit megillet az egészséges környezethez való jog, és ennek részben az önkormányzat feladata ennek a megteremtése, és ezzel kapcsolatban csak bátorítanám az embereket, hogy igenis a törvényekkel tudjuk rákényszeríteni a hivatalokat. A beadmányaimmal kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy a tisztaság véget, a illegális szemét telepek felszámolását és az elhagyott ingatlanok kitakarítását, ezzel kapcsolatban adtunk több beadványt. Utóbbi időben hál' Istennek sikereket érünk el, hiszen nagyon sok illegális szemét telep felszámolásra került. De jó. Most voltunk nemrég Kalocsán és Izsákon, a nézők közül biztos sokan látták azokat a filmjeinket is, ott is az illegális szemét lelakó hely a probléma, és gondolom, hogy a nézők közül sokan a saját településükön is ezt megtapasztalják, és az önkormányzatok meg azt mondják meg a jelzők, hogy tehetetlenek. Megtehetjük-e azt, hogy ennek a filmnek, mint egy a mellékleteként, a te sikeres beadványodat az illegális szemét lelakó helyekkel kapcsolatban közzétesszük, és bíztatunk másokat is, hogy harcoljanak a jogaikért, és vegyék a kezükbe a településüknek a visszavételét, hát részben mesterségesen valószínűleg oda költöztetett, és az ország számos részéről oda telepített garázda és romboló elemektől. Igen, nyilván ez az országos együttműködés, ez arról szól, hogy mindenki a saját tapasztalati és a saját tudását összerakva próbáljunk együttműködni, és akkor a bevált módszerokat és a törvények alkalmazását és a kézbeadványokat egymás használatába bocsátjuk, és így egyszerűbb dolga van már, mert ami nálunk is bevált módszer, így át tudják venni ezt más településeken, más ilyen problémával érintett falvakban, városokban, és ez megkönnyítheti a
kezdőküzdőknek a munkáját. Mi meg eljövünk, vagy elmegyünk a településekre Almási Lajos kollégámmal, fölveszük, rögzítjük az állapotokat, mondjuk az illegális szemét lerakó telepet. Te segítesz a beadványt megszerkeszteni a településnek, vagy azoknak, akik hát harcolni szeretnének, és utána elmegyünk, és megnézzük, hogy milyen változás történt. Ez jó ötlet szerinted? Mindenképpen jó ötlet, persze, és csatlakozom hozzá, és amennyiben, hogyha valakinek szüksége van segítségre, akkor megkeresett engem is természetesen, és bármelyik szerintem az Érpataki modell hálózatához kapcsolódott harcostársamat is szívesen rendelkezésre állunk bárkinek. Kérjük az interneten keresztül, hogyha mondjuk a gyöngyösi jegyzőnek írunk az itteni problémákkal kapcsolatban, akkor írjanak minél többen támogatva azt a beadványt. A kérésem az, hogy akkor most menjünk el a patakhoz, amelyik ugye az egyik gócpont volt itt a Durandán, ugye szintén illegális szemét lerakó telep, és nézzük meg, hogy a beadványod nyomán milyen változás keletkezett, utána pedig el fogunk menni egy rémséges állapotban lévő házhoz, amelyiket szintén bemutattunk az előző filmekben, és most is emlékeztetőként bemutatjuk majd, és meglátjuk, hogy a beadványod nyomán sikerült az egészet a földdel egyenlővé tenni. Menjünk akkor a patakhoz. Panaszkodtál a szemétlerakóhelyre, a patakban, és azért lett eredmény, nem az egész patakot, de egy szakaszát kitakarították, és akkor az ezzel kapcsolatos beadványodat is föltesszük mellékletként ehhez az anyaghoz, jó? És gratulálok, mert sokat tisztult a patak. Ezt az önkormányzatos, ezt most közhasznú munkásokkal takarítottak ki, így teljesen összorgalomból, úgyhogy hozzáfogtak ő is ez a tevékenységet, és rájöttek arra, hogy nem mindig kényszeríthetnek embereket ilyen körülményekben, ahol mindenféle fertőzés veszélynek vannak kitéve. Jól értem, hogy itt van egy sok pénzért épült roma kulturális központ, amit a Máltai Szeretetszolgálat tart fenn a jobb kezednél, és itt a bal kezednél tőle 20 méterrel egy embertelen, borzalmas szeméttelep, megint csak egy illegális szemétlerakóhely. És azt mondod, hogy menjünk oda szépen a színes kerítéses roma központhoz, mert ott is van egy csomó szemét. Ha majd meglátjuk, de szóval ez most akkor hogy van? Komplex telepprogram pályázat kapcsán Gyöngyösvárosa azt hiszem, hogy 150 millió forintos támogatásra pályázott, és azt el is nyerte, amely ebből kifolyólag itt épült egy roma kulturális központ, és mellette az a felháborító, hogy a pénzt észszerűen is fel lehetett volna használni, mert ez véleményem szerint mély igénytelenségre val, hogy a roma központ mellett pár méterrel illegális szemét lerakat van, ami különböző járványveszélyt és fertőző veszélyt hordoz magában. Ez a kulturális központ, akkor a roma kulturális központ, vagy az a fal másik oldalán van, vagy hogy van? Az a fal másik oldalán, ez a fal. Tehát egy fal választ a kulturális központtól minket, igen. Hogy van ez csak, hogy az adófizetők tudják, hogy akkor hogy is költik el a pénzüket, hogy mit tudunk a kultúrközpont költségeiről? Állítólag ez most egy 10 millió forintos beruházás, annyiból újították fel a mellettünk lévő ingatlant, ez is a komplex terepprogram pályázat részeként, és ugye itt is látni, hogy milyen igénytelen körülmények vannak, hiszen szerintem nem a felújítás, meg nem egy önkormányzat ingatlan felújítása lett volna a legfőbb probléma, amikor ilyen fertőzés veszélynek kitett állapotok vannak, és emberek ilyenek mellett élnek. Évi, akkor itt van ez a szép épület, és azt mondják, hogy hát te is ide beadhatnád a gyerekeidet nyugodtan délutánonként játszani. Itt ugye a roma telep közepén, ott a hepatitis C járványtól 5 méterre. Mi az akadálya annak, hogy bead ide a gyerekedet ebbe a kis játszóházba?
Nyilván a fiamat annál jobban féltem attól, hogy bármilyen fertőzésnek kitegyem, amit láttátok a szomszédságában, és fényképek és felvétel is készült arról. Nem hiszem, hogy ez bármilyen gyereknek a felügyeletére alkalmas lenne ez a hely, aminek a pár méterrel a szomszédságában különböző fertőző veszélyforrásokat rejt magában. Tehát elsétáltunk 30 métert az új roma kulturális központtól, ez van itt a háttérben. Mutatta a kamera, hogy itt kulturál szép házak, normális életre vágyó emberek ettől a borzalomtól 30 méterre. Mindjárt átsétálunk abba a házba, ahol most öltek meg egy idős embert, és egyszerűen az jutott az eszembe, a Bibliából az az idézet, mikor Jézus jaj kiáltásai között azt mondja, hogy jaj, nektek is törvénytudók, elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, és magatok a terheket egy ujjal sem érintitek. Ez jutott el az egész borzalomról az eszembe, hogy itt vannak ezek a politikusok, helyi szinten, megyei szinten, országos szinten, európai szinten, elnézést, tisztelet a kivételnek, ott páváskodnak, fogadásokat rendeznek, látszattevékenységet folytatnak a parlamenttől kezdve a döntéshozó fórumokon. Az jutott eszembe most, Gaudi Nagy Tominak egy cifra káromkodás az egyik bizottsági ülésen elhagyta a száját munka közben, most folyik ennek a nagy kivizsgálása, stb. Most ugye vasárnap van, hétfőn lesz ez ügyben, ilyen-olyan meghallgatás, stb. Hát abban a káromkodásban mindaz benne van, amit mi ezekkel a kamerákkal itt fölveszünk, ahogy járjuk az országot, ahogy hallgatjuk az embereket, akik normális életre vágynának, és az, amit hazugságként a politika ez ügyben csinál, illetve nem csinál. Erről kellene, hogy szóljon a politika, hogy emberi körülményeket teremteni a magyar lakosok számára, és nem eltűrni azt, hogy ilyen borzalmak történjenek. Mátra aljában vagyunk, egy káprázatos szépségű településen, ugye Gyöngyösi Durandán, és ez van. Éva harcos tevékenységének hála, kipucolták a pataknak egy szakaszát. Azt kipucolták, de közben itt van ez az őrület, közben a szomszédházban megöltek egy idős embert, az utcában már a másodikat, majd oda átmegyünk, és akkor elmondod a történetét, Éva. Jó? Egy pici idegenvezetést tartunk itt az Európai Unióban, Gyöngyös Duranda. Ott jöttünk, ugye már ismerik a kedves nézők a cigánysor, cigányterepet. Itt a roma kulturális központ frissen átadva, Máltai Szeretett Szolgálat által. Itt a szemétdomb, igaz, amit fölvettünk. És akkor, hogyha megfordul a kamera, akkor itt mutatjuk, hogy legutoljára itt öltek meg idős embert ebben a házban, de jól mondom-e, Évikém, gyere közelebb, légy olyan jó, hogy ebben az utcában két idős gyilkosság is történt. Ezzel a bácsival itt mi történt ebben a sárga házban? Ő az utolsó áldozat itt a környéken. Őt tavaly nyáron meggyilkolták a házába, kirabolták, tudomásom szerint, és rágyújtották a házat. És a másik áldozat, szintén abban az utcában? Ő olyan 15-20 évvel ezelőtt történt. Ő volt, azt hiszem, hogy az első ilyen gyilkossági áldozat, ezen a környéken őt megfojtották, és szintén rágyújtották a házat. Ha már erőszakos bűncselekményekről beszéltünk, mondtad, hogy nagyon sok a rablás is, tehát, hogy megtámadnak embereket, és elveszik. Mondtad, hogy idős embernek még a hallókészülékét is elvették rablás során. Hogy volt ez az eset? Igen, több eset is történt az elmúlt időszakban itt a Duránda peremén, a Durándával határolt területen. Két konkrét esetet, ami az ismerőseimet érintette, az egyiket barátnémet támadták meg a víztoronynál, este 8 óra után munkából hazafele, őt nem sikerült kirabolni, a táskáját eltépték, és a másik pedig itt az utcával határos helyen, itt egy kis közben megtámadtak egy idős bácsit, neki még a hallókészülékét is ellopták. De a barátnőt se úszta meg azért olyan könnyen, mert elesett, ugye? Hogy volt? Hogy... Igen, amikor le akarták tépni róla a táskáját, akkor hanyatvágódott, megütötte a fejét, és több horzsolást szenvedett.
A rendőrség hogy reagál mindenre? Milyen itt a rendőri jelenlét? Mit tudunk erről? A gyöngyösi rendőrség hogyan muzsikál ezen a területen? Nyilván a nyomozások zajlanak, felveszik a jegyzőkönyvet, sok esetben az nyomjuk tettes az ismeretlen, és azáltal megszüntetik a nyomozást. A területen kértünk rendőri megerősítést, járőrözést, több levélbe, több adványt írtam már az országos rendőr főkapitányságra, Papp Károly főkapitány úrnak. Remélhetőleg várjuk az eredményeket. Akkor mi is ráerősítünk, és írunk egy levelet a Papp Károly úrnak is, meg Pintér úrnak is, hogy tegye meg, hogy nyilatkozik itt a gyöngyösieknek, hogy mit óhajtanak tenni erőszakos bűncselekmények és a betörések vagyon elleni bűncselekmények megakadályozására. Mert hogy senki nem érdemli meg, egyetlen egy ember sem azt, hogy a saját állama ilyen szinten magára hagyja és kiszolgáltatottságba taszítsa. No, akkor még egy utolsó pillantást vetünk erre a szépséges szeméttelepre a Máltai Roma Központ oldalában, és elmegyünk Éva barátnőnkkel Duranda egy másik pontjára, ahol viszont egy kis sikerélményről tudunk számot adni. Jó napot kívánok! Meg ne fázom, mert nagyon hideg van. Mordi Krisztina vagyok, jó napot kívánok! Az a helyzet, hogy szeretnénk egy kicsit az embereknek lelkesítést adni, hogy a borzalmas állapotok ellen érdemes fellépni, mert igenis, ha fellépünk, akkor lehet eredmény. Milyen volt itt ez a szomszédság önöknek? Volt egy szomszéd üres telek? Minden, szinte minden. Limlom, pelenka, rongyok, itt minden előfordult. És annyi patkány volt, hogy itt az udvaron tele volt patkány. Szóval olyan szépen maszkáltak itt mindenhol a patkányok, mint hogyha az emberektől nem is félnének. Jól értem, hogy a szomszédban volt ez a szörnyűséges állapotban lévő elhagyatott ház, a sok kocmocsok, amiről beszélt, és annyi patkány volt, hogy itt az önök vas csövein mászkáltak a patkányok. És önöknek meg van egy 15 hónapos babája. Igen, igen. Itt szó szerint itt a udvaron is olyan szépen járkáltak, hogy talán a gyerek látta is önök, és meg is mutatta, hogy nézze meg a patkányt. Igen, sajnos, igen. De már azóta most már nincs. Egyáltalán nem látjuk őket. Tehát eltűntek a patkányok, eltűnt az elhagyatott ház, a szemét. Tehát érdemes volt harcolni. Szó szerint megköszönném személy szerint, hogy azért léptek végre, hogy eltűnjön innen a sok szemét. Javulnak most valamennyire az állapotok a sok harcnak köszönhetően? Igen, igen, igen. A vízügyesek a pataknál ott dolgoznak, és ott is szinte minden mocsok, gajak, minden eltűnik. Meg is lehet ott is nézni, hogy azért már szép ott is. Hát még nem csak gajak voltak ott, hanem ott a frigidertől kezdve mindenféle szemét. Igen, oda dobáltak, és hogyha így azért látják az emberek, hogy most már tiszta, azért gondolom, hogy nem úgy dobálják oda. Mert azért, hogyha egy-kettő dobálja, akkor szerintem a többi is, mert látják, hogy azért ott szemét van, lehet oda dobálni. Így most már, hogy üres azért, szerintem meggondolják, hogy azért ne dobják oda. Főleg, ha még dolgoznak is vele az emberek. Ja, mert közmunkában bucoltatták ki, igaz? Tehát talán elkezdődött valami a Durandán, ugye? Neked köszönhető, hogy ezt a házat lebontották, hogy a patkányok eltűntek, és mindjárt átjöttünk az út másik oldalára, és itt van a kedves hölgy, aki beszámol róla, hogy ő mögötte is van egy elhagyatott ingatlan, igen, ugye? Igen, igen. És önnek ebből milyen problémái vannak? Nekem le kellett bontani a közös gerendás szobát, mert megszakadt volna a hátsó falam, vagy hogy fejezzem ki. Mitől szakadt volna meg? Mert közös volt a gerendánk.
Az én utolsó falamra rá volt építve egy szoba, az közös gerendánk van, mert a fürdőszobámba lógott át, meg az ő szobájába, mivel ha elég nagy kárt csináltak, így veszélyes volt az, hogy a hátsó falam megszakadt, és én még hány éve volt az Évi? 5-6 évvel ezelőtt szerintem. 5-6 éve intézkedtem azt, hogy lebonthattam azt a közös gerendás szobát, és most ide jutottunk el odáig, hogy le kellett védenem, mert ázik a, mivel hogy vályog van. Megnézhetjük, hogy milyen állapotok vannak itt az elhagyatott ingatlannál? Vagy ez nem olyan vészes, mint ez volt? Az még rosszabb. Megnézhetjük, hogy fölveszünk kamerába, és akkor be tudjuk adni bizonyítékként. Közös szoba volt, közös gerendával a gerendát lehet látni. A falam az teljesen egyenes volt, akik ide beköltöztek, nem tudom, hogy hova tartoztak, de ide beköltöztek. Hát ilyen romos állapottá tették, és végül a szamár bőgött mellettem, mert a szamár volt ebbe a szobába. És mi ahogy vagyunk a szamarak, szerintem, hogy ezt eltűrjük, nem? Mert lehet, hogy ez egy ilyen jelképes dolog volt. Hogy sajnos, de nem tudtunk semmit se csinálni. Utána ők elköltöztek innen is, mivel hogy ázott, fázott. Ez a fal, meg a gerenda, ami ide volt a falhoz rögzítve, az kezdett itt megszakadni. Szóval, ha ez a fal megszakad, szakadt volna nekem vele végig a fürdőszoba falam. Egy idős házaspár lakott itt eredetileg, ahol szép rend volt, tisztaság, rendezettség. Itt a földről lehetett volna és enni. És akkor ők meghaltak. Meg. Valakinek ide? Az örököse, nem tudom, 28 örököse van, ha jól emlékszem, ennek az épületnek, de... Aha. És mi cigány emberek laktak itt, vagy magyar emberek? Vagy milyen emberek, amikor ez a pusztulás keletkezett? Cigány emberek. De az idős néni is, meg bácsi is az volt. De tisztességesek és tiszták. Igen, ide, igen. És ilyen szinten lepusztították az ön fal szomszédságába lévő ingatlant, és ezért önnek meg lehet is. Nézni. Akkor most a következő a helyzet. Éva elintézte az előbb bemutatott patkányos, rémséges háznak a lebontását. Mi volt a jogi érvelés, hogy közérdekből, közegészségügyi okokból, ugye, az önkormányzat köteles, tehát hiába magántulajdon, ugye, tőled tanultam jogászlétemre az érvelést, tehát ilyenkor szokták széttenni a keze, nem tudunk mit csinálni, hát magántulajdonban van. Ehhez képest mondd el akkor, hogy hogy kell ilyenkor érvelni a beadványokban, hogyha egy magántulajdonban lévő az idősek által, tehát mit tudom, idősek kihaltak, beköltöztek akárkik, lepusztították, elvonulnak, ugye nyilván ország másik végébe, és ott maradnak a szomszédok a patkányokkal. Mi a teendő, mi az érvelés ilyenkor? Mivel az elhagyott illegális szemét rendkívül rossz közegészségügyi állapokat teremthet, fennáll a fertőzés, illetve járványveszély, ilyenkor jegyzőnek egy beadványt írunk, és neki közérdekből kötelesség elrendelni a terület kitakarítását, az esetlegesen veszélyes ingatlannak a lebontását, majd ennek a költségét ő adómódjára behajthatja a tulajdonosoktól. Tökéletes, nagyon köszönjük, és azt a beadványt, amit te ezügyben írtál, akkor föl fogjuk tenni az internetre, mellékletként,
aminek az eredményeként ugye ez a ház már lebontásra került. De most itt vagyunk névrokonodnál, Másik Évánál, aki most a sztárügyvédnőt idézőjelbe, ugye, mert igen, ő most kitanulta kényszerből ezt a jogászkodást, mert azok, akiknek kellene csinálniuk, az önkormányzat és a többiek nem teszik. Tehát most te megkérted őt, hogy ebben segítsen, hogy itt az újabb borzalom állapot, és mit vársz akkor most, hogy mi történjen? Hát elsősorban rendet, meg nem tudom, hogy van-e olyan segítség, mivel hogy nekem több százezer forintos károm van ebből, ahogy a falam kinéz, hogy nem tudom, hogy majd ebbe tudsz-e segíteni. De az, ha jól értem, beszéltél az alpolgármesterrel. Persze, persze. És föl sem erőlt, hogy az önkormányzatnak itt felelőssége van, hogy ahogy Éva elmondta, nekem kellett mindent intézni. És te viselted a kárt, ami abból ered, igen, hogy itt van, igen, ez az elhagyapolt. Igen, meg a munka is, amilyen lett. Köszönjük szépen, és akkor mielőtt elbúcsúznánk Durandától, Évától még egy utolsó beszámolót kérnék szépen, hogy tehát van folyamatban egy pered az önkormányzat ellen, 5. tárgyalásnál tartotok, ami egy nagyon szép jogi érvelésű általános per, amiben, ha jól értem, azt állítod, hogy neked volt egy ingatlanod, ami egy értékes ingatlan volt, ugye beköltöztek itt a legkülönbözőbb emberek, a környéket lepusztították, szeméttelepé tették, bűnözés hatalmas méreteket töltött, veszélyessé vált a környék, stb., és ebből neked olyan károd keletkezett, mind vagyoni, mind nem vagyoni károd, amelyért az önkormányzat helytállni tartozik. Ugye erre nyilván nézők közül sokan megkérdezik, hogy hát jó, de hát nem az önkormányzat okozta ezt. Nem, de nekik viszont törvényi kötelezettségük lenne mindez ellen fellépni, leállítani a bűnözést, a szemetet részben elhordatni, részben pedig megakadályozni, hogy szeméttelepet csináljanak a településetekből, és egyáltalán az embertelen állapotok kialakulását megakadályozni. Jól értem a jogi érvelésedet ebben a perben, Éva? Igen, ennek a pernek több összetevője van. Az egyik részben az, hogy az ingatlan értékcsökkenése, amiért kártérítést kezdeményeztünk, kártérítési pert indítottunk az önkormányzat ellen, a másik összetevője pedig a nem vagyoni kártérítés, amely bármilyen magyar állampolgárt megillet, akit ilyen körülmények közé kényszerítenek azok az emberek, akiknek ezt az állapotot fel kellene számolni, és akik azért vannak az önkormányzatban, minisztériumokban, hogy rendet tartsanak, és a köztisztaság megvalósuljon, és ezáltal az alkotmány 70 D paragrafusával élhessenek az emberek. Mi a nem vagyoni kártérítést erre alapoztuk. Hát azt hiszem, hogy sokak nevében nagyon köszönöm neked, és az, hogy ha mondhatom, ugye nőként, anyaként, hát nagyon keményen kiállsz itt az emberi méltóságért, a közösségedért, saját magadért, családodért. Remélem, hogy Évának is úgymond segíteni fogsz tudni, és a többieket pedig szólítsuk egy jó harcba, tehát akik nézik most ezt a filmet az ország különböző pontjain, és hasonló dolgoktól szenvednek, nem kell lehajtott fejjel eltűrni. Rá kell kényszeríteni a hatóságokat, a képviselőket, hogy vegyék föl a munkát, hiszen azért vannak, azért tartják önök őket. Éva nagyvonalúan felajánlotta a segítségét, a Facebookos elérhetőségét, illetőleg valamilyen e-mail elérhetőséget kiteszünk majd a film végére, és akkor kiteszük engedelmeddel azokat a mintabeadványokat, amelyeket te szerkesztettél, és amelynek hála Durandán a patakot végre elkezdték kipucolni, amelynek hála a patkányos épületet eltüntették, és úgy tűnik, hogy valami elindul, és várjuk azt, hogy országosan is elinduljon, mert sok olyan bátor magyar ember szeretnénk. Férfiak, figyelem, önöket is, tehát nem csak nők csinálhatják, férfiak is. Férfiak, nők ideális esetben együtt az erejüket összesítve harcoljanak azért, hogy visszavegyük Magyarországot, mert ez a mi hazánk, és nem szabad hagyni, hogy embertelen körülmények között éljünk. Köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett ennek a filmnek az elkészítésébe, mindenekelőtt Évának, Isten óvja és vezesse Magyarországot, Isten áldja önöket.